Srácok, üdv a csatornán, képen jelentkezik egy kis Lifehist Feudállal, ami nem más, mint a túlélő játékok Cadillac-je, vagy Rolls-Royce-a, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Az a lényeg, egy olyan túlélő játék, amelyik a legösszetettebb, legérdekesebb és legszopatosabb, ami létezik a Földön, és úgy gondoltam, hogy én ezzel akarok játszani, mert kedvem tartja. Gyerekek, úgy látom, hogy 1043. december 31-e van, úgyhogy juhúj! Szilveszter napja. Na, letelepedési szándékomat úgy szeretném kimutatni, hogy szeretnék elmenni valahova. Itt vagyunk, ugye innen kezdtük, gyakorlatilag túlep akarunk élni, ahhoz nekünk meg szükségünk lesz majd Agyagrászi Klára és különböző csuda jó dolgokra. És itt van Agyag legközelebb, úgy látom, várjátok, nem látom jól, de itt van, oda el kéne kecselnünk, és akkor itt valahogy letelepedni, na. Ezt a térképet egy kicsit kisebbre húzom, hogy lássuk magunkat, aztán adjál neki is annyi. Elkecselünk, addig várjátok, inventory. Megyünk fel gunyánkat, van egy darab kajánk, van régebben, nem többet szokott dobni először. Áhá, meg nem tudom, meg tudunk-e fagyni, vagy mi történik velünk, hogy itt nagyon hideg van, de remélem, hogy nem. Jó van, fussunk, mint az őrültek. És nem értem, hogy hogy lett december 31-e, hogy ez furlandom, vagy micsoda van itt, de nem vagyok boldog ettől a dologtól. Mert félek, hogy ilyenkor nagyon nem fogok tápanyagot találni, vagy fogok-e tápanyagot találni, vagy mi lefagyni a tököm éjszaka, vagy nem fog lefagyni a tököm éjszaka. Hát ezt nem fogom tudni meg. De gyorsan, fussunk. Hátlabogjon a hajunk. Van ember belső nézet, így érdekesebb. Nem, így érdekesebb egyébként. Szeretem látni, hogyha van. Ebben a játékban szeretem látni a karakteremet. Mert marha jól meg ki van dolgozva, ugye? Ja, egyébként azért nehéz és szivatós ez a játék. Mert rettenetesen összetett. És a kraftolás is rettenetesen összetett. És ezért. Na, húzókodjunk gyerekek, megpróbálok elmenni ennek a, van itt az a tisztás, vagy az a, minek nevezik ezt a dolgot, amikor így van ilyen völgy, ennek a völgynek így a végére, és akkor ott van, lenne nekem agyag a környéken, és akkor ott kéne letelepednem való, és valami iszonyatosan sík terepen kéne letelepednem, az is fontos, mert ugye itt nem építhetsz mindent szanaszéjjel, hanem előtte le kell gyalulnod a földet. Mi mekkora egy szikla van, vagy mekkora hegy van ott, az is ott a hegy lábánál lenne jól letelepedni, gyerekek. Úgyhogy ha nagyon nem akarod megszivatni magad, akkor ne egy hegy csúcsra telepedj, hanem egy ilyen nagyon szépek ezek a fák. És nagyon messze kell menni, mi a szar. Ja, ott baloldalt látjátok, hogy mennyi a HP-nk. A staminánkat látjátok ott, alatta, sárgával. A soft és a hard staminát. A hard stamina azt jelenti, hogy pihenni is kell. A soft az az ilyen sima elfáradás. A alatta meg az éjségünket. Nem tudom, honnan fogunk szerezni télen kaját, de majd rájövünk, megpróbálunk valahonnan akasztani. Egyébként nagyon muzsikálnak itten, húzzák a hegedűt. Egyébként ránézem valamire, akkor tőgyfa, látod, hogy juhárfa. Szilfa. Ja, egyébként gyárilag magyar a játék, Steamen megveszed, így kapod, így vágják a pofádba. Na, nem, már jó fele haladunk, gyerekek. Nagyon tetszik egyébként ez a izé. Jó, de a tengerpárt az olyan messzi van, mint az atom. Pedig akarok horgászni is, gyerekek. Leviszlek benneteket. Az milyen fa? Nem álmafa? Juhár. Van ám álmafa, meg vannak farkasok is. Még medvék szétkapnak, mint a szart. Ha nem vigyázol. Nagyon tetszik ez a környék, gyerekek. Csak ide fogunk követni szerintem az éjszaka. Úgy kell önket kiütni a jégcsákánya, jön valaki, aztán odavág, hogy kipörmozzunk meg. Na, figyeljetek, gyerekek. Lehet, hogy ide letelepedik a keeper bácsi. Valahova. Nagyon tetszik ez a gyerekek. Nagyon, nagyon vadregényes egyébként. Jó van. Hova telepedjünk le? Valahova ide. Ide fatövébe, eh? Filózok rajta, hogy hova. Filózok. Azt hiszem az F3-ban meg lehet nézni a környéket. Így föl tudod deríteni, hogy mennyire
sík vagy mennyire nem sík. Ugye a tengerszint feletti magasságát mutassa a dologoknak. Aha, itt van valahol agyag. Itt az agyag. Ott lent. Jó. Nem tudom, hova telepedjek. Ott van egy nagyobb, ilyen, minek nevezik azt? Arét. És itt az agyag, az nagyon jó. Mert az nagyon sok dologhoz kell ugye agyag. És azért érdemes olyan helyre letelepedni, ahol agyag van. Az mi az ott távol? Az valami víz vagy mocsár? Itt van agyag, nagyon jó gyerekek. Erre szükségünk lesz. Egy királyság van. Ugye szikla is van bőven, dögive. Valahova ide kéne telep. Ott az a rész, nézzétek, ott van egy tisztás. Lásod? Lásod-e vagy nem lásod? Na, ide valahova gyerekek. Ide főhúzzuk a kézét, kecót, jó? Ez tetszik. Nézzük meg a farommal, ahol nagyon olyan kéne, ami viszonylag egyenessék. Itt nagyon emelkedik, süllyed. Ott 15-5, ott 17. Hát... Nem tűnik olyan, hogy elég lankásnak tűnik, azt mégsem mi. Nézzük itt. Az a szél 19-6. Itt nagyon itt nagyon emelkedik. Jó gyerekek, akkor az lesz, hogy ide valahol a középre, ahol annyira nem. Ide valahol, itt fogok letelepedni. Oké. Az a fele 16-9, 17, az meg 14-7. Jó, ide valahol ide fogunk letelepedni. Hát ez is eléggé lehet. Akkor már egy kicsit hátrébb. Ja, ide lehetne. 16-7, 19-3. Jó! Akkor valahol ide fogunk letelepedni. Ezt itt meg kéne jelölnem. Elvileg lehet valahogy. Bázz, én nem emlékszem már nagyon. Mi az létrehozás? Aha. Fakerítés. Igazából annyit akarok, hogy megjelölni magamnak. Kemence. Kis faház, kis kunyhó. Nagy bogrács. Valamit ide, mint hogyha elkezdenék építeni, és akkor meg lesz. A kemence, és itt megpróbálom építeni. Kijelölöm. És akkor ezt tudni fogom, hogy kb. Ide akarok építkezni. Jó. Építés. Ugye? Mi a szar? Kalapáccsal nem tudom megkezdeni az építést. Táborkészítés, várja. Tábortűz. Ez nagyon meg van csinálva, gyerekek, nagyon tetszik. Hogy lehet forgatni valahogy? Nézetváltás, de jó, nézd! Jó, itt kijelöljük, hogy akkor itt fogunk gyakorlatilag letáborozni. Oké, ugye ilyenkor, várjál, mivel hoztam ezt elő? Ide ugye raktam ilyenkor egy táblát. Hogy ide akarok létrehozni egy tábortüzet. Ugye úgy tudnám megnézni, hogy mi kell hozzá, például kellene hozzá ugye 5 gaj. És akkor ugye ezt meg tudnám csinálni. Viszont most nem az a legfontosabb, hanem a szerszámaimat kéne megcsinálnom. Azt meg úgy kellene. Szükségem van néhány dologra. A szerszám készítéshez legelőször azt mondom, hogy gajat kell gyűjtenem. Jobb gomb. Igen, gajleva.
Gaj levágása. És folyamatosan. Az azt jelenti, hogy nem csak egyet fog leszedni, hanem többet. És akkor nézzük az inventorinkat. Igen, már is van egy darab. Gyűjtök néhány darabot. Az inventorit nagyon szeretem, hogy lehet húzkodni, meg gyakorlatilag igazából súlyhatárod van. És akkor így beleszór mindent. Nagyon fasza. És miután szereztél ilyen gajakat, akkor tudod ugye meg, hogy milyen szerszámokat tudsz csinálni. Oké. Nem tudom mennyit gyűjtsünk, hát legalább egy 10 darab kellene. Oké, ennyi elég is lesz. És akkor jobb gombot nyomunk rajta, elvileg akkor tudunk primitív. Mit tudunk? Hurokcsapdát. Primitív szerszámkészítés. És akkor itt tudjuk kiválasztani, hogy mit csinálunk. De ez ugye itt írja, hogy mi kell még. Például fákjához kellene még növényi rostok és kovakő. Ehhez is gyakorlatilag kovakövet és növényi rostot rengeteget kéne gyűjtenem, hogy mindent meg tudjak csinálni. Növényi rostot azt meg egyszerűen a földről tudsz gyűjteni. Oké. Okay. Akkor gyűjtsünk azt is egy legalább 10 darabot. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor csinálunk néhány szerszámot, és utána megcsináljuk a tábortűzünket. Most sajnos ugye nem tudjuk hány óra van, mivel a valóságban se tudná a karakterünk, hogy mennyi idő. Gyűjtögessen, csak nagyon kajánk az nem túl sok van. Egyszerű étel, két összetevő. Egyébként csomófajta kaját lehet csinálni, mindenféle dolgot, főzeteket, meg rengeteg fajta ruhát, meg iszonyatosan sok fajta épületet, meg mindenfélét. Tényleg eszméletlen összetett az egész. Mi megpróbálunk egy ilyen élhető kis környezetet csinálni magunknak, ami biztosítja azt, hogy ugye éljünk túl. Amennyire tudunk. Jó, 10 van, már 11-et összegyűjtünk, és akkor csinálunk pár dolgot. Amire kapásból szükségünk lenne. Hát mindenképp kell balt. Ja, kovakő is kell. Kovakövet is kell gyűjtenünk még. Na, megyünk kovakövet gyűjteni, gyerekek. Azt meg ugye, izéből tudsz. Hegyvidékről. Manálatokra azért jó vigyázni. Vannak gyümölcsfák is egyébként a játékban, onnan tudsz szerezni instant kaját. Próbálok rájönni, hogy hol van egy sziklás terep. Nem túlságosan messze se akarok menni. És egyébként lehet alagutakat ásni a játékba, a bányákat, tárnákat. Hát eljövünk ide, itt van. És akkor szerzünk, kovakövet gyűjtünk. Használható kovakő keresése. Jó, ebből is minimum egy 10 kéne. Ja, bazza, egyet se talál. Végre. Ja, csinálunk szerszámokat. És akkor azokkal ugye elboldogulunk már. És a következő akkor a tábortűz létrehozása. Hoppá, itt ennyi. Na, 4 darab.
Ebből is egy 10-et összeszedünk, aztán megcsináljuk az alapvető szerszámokat, és akkor még maradunk annyit, addig, hogy úgy gyűjtök még belőle. Ja, egyébként kovászkodni lehet, ugye rezet olvasztani, vasat olvasztani, minden, még igazából még egy ládához is ugye kell szerezned például. Hogy szeget tudjál csinálni, még ahhoz is, az is egy nagyon bonyolult feladat, ugye, hogy a ládát megcsináld magadnak. Jó. Hol tartunk? 9. Oké, srácok, akkor annyi, hogy készítünk. Ami mindenképpen szükségeltetik, a sarló az annyira nem, a lapát az majd igen, kalapács az annyira nem. Fűrész az mindenképp kell. Fűrész az, baza, 7 kovakő kell egy gyerekek. Az a nem egyszerű. Csákány az kelleni fog. Csinálunk egy baltát. Oké, okay. Valószínűleg csinálok egy csákányt is. Első nap mindenképp néhány szerszámot meg akarok csinálni, és fákja is kellene, hogy éjszaka lássak. Nagyszerű. És ami még kellene, jó, oké, csákány van. Kalapács is kellene. Meg ásó. Akkor kellene ehhez a kettőhöz. Kovakő ez 4, ehhez meg egy. Akkor 5 darab kovakő kellene még. A kréskés az mire jó? Jó, legyen 6 darab kovakő gyűjtés. Gyűjtünk 6 kovakövet, jó? Legalább. Mondjuk egy, hát jó lenne, ja, egy 6-7 kovakövet gyűjtünk. Folyamatos, jó? És akkor megcsináljuk a tábortüzet. És utána megpróbálunk valamilyen kunyhót, vagy olyasmit létrehozni, hogy legyen gyakorlatilag egy hely, ahol tudunk élni. De valami nagyobb kunyhóba gondolkozok, nem a legkisebbe. Oké, gyerekek. Ez a 7 darab, ez biztos elég lesz. Ó, itt is már lehet kovakövet. Ja, nem. Pár növényi röst legyen. Ugye az éghető tárgyakkal lehet fűteni, de nem nagyon érdemes nekiállni egy ilyen mondjuk növényirostot tüzelni, hanem inkább akkor olyan dolgokat tüzelj, aminek nagyobb a fűtőértéke, például ugye keményfa, ilyen kugli. Keményfa hasám, nem kugli, basszus. Na nézzük meg. Lekraftolom azokat a dolgokat, amire szükségem van, vagyis megnézem. Primitív szerszám készítés, hogy mi kellene. Paritját is lehet. Aha, mi az, amit akartam még mindenképp? Ásót azt mindenképp akartam, és izét. Jó. Lapát az mindenképp kell. Ennek azért tudnék örülni, ha lenne.
Oké, okay. És akkor a következő még egy ilyen. De meg a kést is gondoltam, ugye? Hát ha arra is szükség lehet. Olvasztó ilyen cucc is kell. Most egyelőre az nem. Jó, akkor gyakorlatilag van egy csomó szerszámom, majd van mindenből van. Akkor neki kellene állni. Elkészíteni a az első dolgot, a tábortüzet. Ugye, hogyha egy épületet elkezdesz építeni, úgymond, akkor az úgy fog elkezdődni épülni, hogy ugye először kijelölöd, hogy hova akarod, és akkor utána kellenek hozzá különböző dolgok. Azokat bele kell hordani. Például nem úgy készültesz el egy kastélyt, hogy nálad van 1 millió kő, meg ablak, meg üveg, meg minden, és akkor oda lenyomod, és bum, ott lesz, hanem ugye kijelölöd a helyét, és akkor oda behordod mondjuk a köveket, meg mindenféle jó cuccokat, és akkor úgy lesz belőle valami. És azt nem tudom, hova, ott van a tábla, jó. Ez jó meredek egyébként. De mindegy. Hát ez nagyon meredek lesz, nagyon gondolkozok rajta, hogy ez ne itt legyen. Ezt lehet, hogy lebontom. Nem tetszik ez, nagyon, nagyon meredek és nagyon sokat fogunk vele szívni, gyerekek. Kicsit valami sík hely kellene, F3-ban nyomunk, azt nyomulunk. Itt van egy tó, vagy mocsár, vagy nem tudom micsoda van. Ez milyen mocsár? Ez mocsár. Szerintem itt a karakterünk nehezebben is mozog, aha. Ekkor a szint különbség van 5, és ott meg 6-4 csak. Tehát ez azt jelenti... De nem tetszik ez, az a baj, nem jönnek be ezek a helyek. Ne haragudjatok, gyerekek, de... Nagyon nem tetszik, hogy ugye nem egyenes. És azzal, hogyha nem egyenes, akkor csak szívni fogunk. Ez mi ez? Itt van kő is. Itt van szikla is, gyerekek. Itt van egymás mellett szikla, és mellette van a közvetlenül ugye a... Mi az az agyag is. Úgyhogy ez egy nagyon jó hely. És kéne egy sík helyet találnom, ahol elkezdek majd építkezni. Ez mondjuk nem rossz ám. Itt ez. Nézzük, várjatok, 24-0. Mondjuk itt font van egy ilyen valami. Itt 24-25-re megy fel. Itt, ez egész jónak tűnik. Ennek a közepébe kéne akkor létrehoznom a tábortüzemet. Ide. Nagyon megkönnyítem a dolgomat, hogyha nem kell terraformálnom sokat. Tehát nem kell ásnom sokat. Jó, akkor ugye itt lesz a tábortüzem. És annyi, hogy ugye jobb gombot nyomok rajta, akkor ugye 5 darab golyat be kell hordanom. Most azt hiszem van 2 darab, ugye akkor ezt így be is tudom rakni. Ezt hozzá tudom adni, csak ugye még nem készül el addig, amíg nem teljesen hordtam bele mindent. Oké, gyerekek. És akkor nézzünk gajat. Opa, itt is kapásból van szikla, azt nézem, oda nézzé. Ez egy nagyon jó hely, mert ugye minden van együtt. Na nézzünk gaj után.
Még három gai és akkor tábortüzet meg tudom építeni. Van mindenféle szerszámunk. Itt van ugye, hogy hány kilót tudunk magunkkal vinni, vagy nem is kilóban van megadva, hanem lehet, hogy fontba. Oké, három darab megvan. Megyek is. És berakom, és akkor kész a tábortűz. Úgy. És akkor kész is van, és igazából attól még ugye nem fog égni neked a tábortűzet, hanem gyakorlatilag csinálta egy ilyen... egy ilyen dolgot. Amit... tüzelőanyagot kellene hozzáadni, ugye? És akkor be tudod gyújtani. Viszont tüzelőanyag az ugye lehet akármilyen éghető dolog, de ilyeneket nem érdemes, hanem ilyenkor neki kell állni. Egy kis tüzelőanyagot gyűjteni. Egyszerűen fát kell vágni. És olyan fát akarok kivágni, ami annyira nem lenne csúnya, hogyha kicsapnám. Ja, és úgy működik az egész, hogy a tuskót is utána ki tudod vágni meg minden. Hát nem is tudom miért vágni, mondjuk vágjon ki egy tölgyfát. Ahhoz ugye kellene, hogy ezt nálam legyen. Oké, és akkor... kivágás. És akkor nekiállunk, kicsapjuk a fát. És miután kivágtuk, igazából egy darab rönk lesz belőle. És azt utána tudjuk vinni, de meg mindjárt megmutatom, hogy ugye inventoriba nem lehet berakni egy rönköt. Itt nem úgy működik, amiket nem tudsz berakni az inventoriba, nem reális, azokat nem fogod tudni. Nem lenne reális bevinni, berakni az inventoriba egy rönköt, annyit tudsz vele, hogy tárgy felemelése, és akkor gyakorlatilag a hátadon tudod vinni. Nagyon lassan. Na, szuper. Ezért érdemes mindenképp olyan helyre telepedni, ugye, ami ha közel vannak dolgok, tehát közel van erdő, közel van agyak, közel van minden. Mert nagyon nehéz ugye cipelni. Na, akkor mondjuk ezt itt lerakjuk ide, tárgy lerakás, és az az érdekes, hogy itt is ezt tudod, el tudod helyezni, hogy hol legyen. Elhelyezés. Oké, és akkor itt van ugye. Egyelőre így állunk. És akkor van olyan deszka, tudsz belőle deszkát vágni, gerendát vagy tuskót. Meg tudod vizsgálni, nézzük meg, megvizsgálja, mit dob róla. Kemény farönk, minőség, faanyag. Jó. És akkor nyomunk egy deszka kivágását, de ahhoz, hogy kivágjunk deszkát, az nekünk meg szükségünk lesz egy ilyenre. Oké. Okay. Nem deszka kivágása, hanem nekünk tuskót kell kivágnunk, a tuskó az gyakorlatilag ugye a favágá, vagy a tüzelés az jó. Oké, vágtunk egy tuskót, és akkor most már ugye hozzá tudjuk adni esetleg ide. És akkor be tudtuk gyújtani a tüzet. Szépen ég a kis tüzünk. Gondolom őszintén nem tudom meddig fog. Sajnos nem írja. Jó. A következő dolog, amire szükségünk lenne, jó lenne, hogyha tudnánk csinálni egy kecót gyakorlatilag. Nézzük meg valamit.
létrehozásnál megnézzük, hogy mik vannak. Ugye rengeteg fajta épület van. Megnézzük, miket tudunk már csinálni. Fakapu. Fakerítés, kiskapu. Kemence. Kiskunyó, ezt a faházat még nem tudjuk. Kiskunyót tudnánk építeni. Nagy bogrács. Vályok kunyhót tudnánk építeni. Megmondom őszintén, akkor inkább már én lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy nekiállok. Mondjuk építek egy kemencét. Már csak azért. Oho. A kalapácsnak nálam kell lennie, elnézést. Már csak azért, mert akkor egy kicsit még fejlődök, és később egy nagyobb házat, nagyobb kunyhót akarnék csinálni. A kemencére mindenképpen szükségünk lesz. Nagyszerű. Megnézzük, mi kell hozzá, ugye. Jaj, nem. Na. Kell hozzá víz, kell hozzá agyag, és kell hozzá növényi rostok. Nem tudom, a mocsárból tudok-e vizet kinyerni. A növényi rostok az elég egyszerű, az agyag is elég egyszerű, mert itt van közelbe. Úgyhogy ez is egy szuper dolog. Oké. Okay. Elég sokáig ég, úgy látom a tüzem. Egy darab rönkkel. Vagy egy darab tuskóval. Arra kíváncsi vagyok, hogy a mocsárból tudok-e vizet hozni. Úgyhogy azt lehet, hogy azt most meg is próbálom. Nagyszerű. Azért kezdünk alakulni. Igazából vadállatokra kell vigyázni. Egy hálózsákot is lehet, hogy kellene csinálnom. Nem tudom, mennyi idő lett. Várjátok, merre van kelet? Arra van kelet. Aha. Akkor arra lesz nyugat. És akkor most körülbelül talán délután valamennyi lehet. Délután 3 körül. Nem tudom, mocsárban lehet, hogy nem tudok vizet szerezni. Az baj, mert elég messze van egyébként a tenger. Vagy pedig bármilyen víz. Forrás. Ugye megnézzük, hogy jobb gombot nyomok, mit tudok innen kinyerni. Nem nagyon lehet, hogy látom itt. Hát ez nem jó. Kénytelenek vagyok elmenni a vízpartig, viszont hogyha vízpartra elmegyek, azon gondolkozok, nem-e kellene horgásznom egyet. Hát de nem. Megyek a vízpartra, hozok vizet. És fogunk csinálni egy kis fűzkosarat is, amiben tudunk tárolni dolgokat. Ugye, hogy itt kidobálod a földre, az valószínűleg nem fog megmaradni. Az apró dolgok, ez milyen fa? Juhar. Ja, és egyébként természetesen nőnek a fák. Úgyhogy változik a környezet. Hát nincs olyan messze itt egyébként a part, elviselhető. Főleg, hogyha utakat csinálok, akkor az jól lesz később.
Egyébként, hogyha valakinek van kedve Life is feudálozni velem, ha van kedve segíteni a bázisban, akkor nyugodtan szóljon. Fölvesszük a kapcsolatot Facebookon vagy valahol, és akkor tud csatlakozni hozzám. Ugye eredeti játék kell hozzá mindenképpen. És akkor elvileg itt vízmerítés, jó. Szerintem egy, nem is tudom mennyi vizet kéne vinnem. Egy ilyen 20-at biztos. Csinálunk egy fűzkosarat, vagy egy ilyen egy kosarat, és akkor abba tudunk tárolni ilyen apróbb dolgokat. Hátránya az, hogy túl sok mindent abban nem lehet tárolni, de ilyen apróbb dolgokat igen. Ha itt vagyunk a vízparton, mindenképp viszek. Oké, gyerekek, húzzunk vissza. Spuri. Folyamatosan esik a hó. Egyébként lehet állatot tenyészteni, lehet ugye lovakat tartani, lehet mezőgazdálkodni, mindenfélét, amit el tudsz képzelni. Csak nem biztos, hogy ugye minden olyan nagyon egyszerű. Lucfenyő, gyerekek, karácsony. Karácsonyfát is tudunk vágni. Ha almafát láttok, nagyon szóljatok, mert akkor lesz ingyen kaja. Bár nem tudom, hogy télen megmarad-e rajta az alma. Az a durva, hogy teljesen le is kopaszodnak ilyenkor a fák. Mármint ugye a levelek is eltűnnek róla, tök jó meg van csinálva. Ja, úgyhogy láttuk a videóban almafát, szóljatok. Akkor vissza is megyünk, érte. Megírjátok, hány másodpercnél vagy valami csoda. Ja, itt rengeteg kő van meg minden, jó hely ez. De majd csinálunk egy ilyen föld alatti bunkert vagy bányát. Kíváncsi vagyok, égve még a tüzünk. Ó, még mindig ég, nagyon szuper. Kicsit fáradunk, pihenek. Oké. Király, nagyon tetszik, jól van. Akkor most azt kéne csinálni, hogy ebbe ugye... belerakjuk az 5 darab vízünket. Kell agyag, és kell izé. Jó. Viszont egy fűzkosarat lehet csinálok. Várjál, belekeveredtem. Nem is fűzkosár az, hanem... itt azt hiszem tudunk csinálni, várjatok. Bútorkészítés, figyelj, már van bútor. Asztal. Hordó, pad, rekesz. Az a baj, hogy elég sok minden nehéz. Nehezen elkészíthető, például talicskához iszonyat sok minden kell, meg csomó mindenhez, viszont itt van nekünk. Halljatok, gyerekek. Nem a létrehozásnál, hanem hol van? A táborkészítésnél van ez, a kéreg doboz. Ez egy eléggé egyszerű, és ez egy hordozható tárgy. És akkor csinálunk egy ilyet, jó? Ez jó, mert tényleg később is fel tudom venni. Mondjuk ide lerakjuk. Építés. És ez nem kell semmi más, csak kéreg. Na várjatok. Ilyen 20 darab kéreg kell hozzá. És még mindig ég a tűz, tök jó. Na 20 darab kérget összekapunk.
Ezt hallom, hogy mi, ez minek a... Valami lépés hangok. Ez valami babagolt, vagy minek a lépése? Mit, hogyha valami lépkedne? Baszdmeg, valaki lépked. Esküszöm. Na jó, mindegy, gyűjtsünk kérget. Mi a szal ez? Mennyi kell hozzá? 20 darab, vagy mennyi volt, gyerekek? Jó van. Tényleg úgy hallottam, hogy lehet, hogy babagolt a hang, vagy valami. Itt ugye lépkedett volna valami. Vannak vadállatok egyébként. Farkasok ugye ki is nyírhatnak, vagy bármicsoda. De hát nem örülnénk neki. Na van 4 már, 4 kéreg. 5. 20-at összekapunk, csinálunk egy olyan ládát, és akkor berakjuk a maradék vizet, meg ilyesmiket el tudjuk raktározni, hogy hát kezdünk éhesek lenni. Nem tudom, ez a tél ez mennyire fog megviselni minket. Na már 10 darab kéreg van. Kicsit érdekes, hogy ez random rakosgatja ide-oda, nem tudom, az miért csinálja. Lehet, hogy valami minőség... különbség lehet köztük. 44. 42, aha, szerintem a minőség különbség miatt. Ja, a csapdákat is lehet állítani állatoknak. Lehet nyúlat fogni, meg minden. Jó, menjünk egy másikhoz. Most is hallom, csak nagyon halkan. Tudi lépés hang. Valaki lépked. Tudi hallani. Gyűjtsünk már össze párat. 16-nál vagyunk. 17. És ez ugye egy nő a képességünk is. Ja nem 17, ott már 19-20. Jó. Következő részben majd a képességfával is fogunk foglalkozni. Skillekkel ugye, hogy gyakorlatilag miket tudunk létrehozni. Jó van gyerekek, szerintem ez így nekünk jó is már. Jó, és még mindig ég a tűz. Igen, ez mi? Ez a kemence. 20 darab kérek, és akkor ez el is készül. Franco. Sebesült. Ez hogy sebesült. Na, és akkor meg is csináltuk, így néz ki. És akkor ugye ezt lehet szállítani is. Ez véletlenül már erre gondolod, mozgatás. És akkor ugye meg tud nyitni.
És akkor ebbe tudsz rakni mondjuk a vizet. Itt van, hogy 50 kilót tudsz belerakni, ugye ez 1 kiló darabja, tehát akkor ez 15 darab vizet szépen elfér be. Hogy tudom, hozol egy csomó vizet 50-et, akkor ugye be tudsz rakni 50 liter vizet. És akkor tudod bent tárolni. 50 kiló az nagyon kevés, például mit tudom én, sziklából meg ilyesmiből már nem tudunk belerakni szinte semmit. Meg hát másból meg főleg nem, nagyobb tárgyakból. De ilyen alap. Érdekes, hogy mitől nagyon sebesültek gyerekek. Nem vágom. Hol sebesültünk mi meg? Érdekes. Na jó van, ezt meg nem tudom, nem oltom el. Ja, várjátok, írja, hogy mennyi... Nem írja, hogy mennyit, meddig ég. Jó. Köszönöm a figyelmet. Minden folytatjuk a következő részbe. És akkor mindenképpen valami házikót fogunk építeni. És valami kaját is kéne szerezni. Már lehet, hogy be is gyűröm ezt a kaját. Nem tudom, mennyit tölt. Ja, nem sokat, 65, hát ilyen fogunk dögleni gyerekek. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi csőt!